Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ezen a képen láthatunk egy hidat, és neki át kell menni ezen a hídon. Ez azt jelenti, hogy nem úgy lesz minden, mint a múltban, mert ezt a helyet lezárta, ezen áttette magát, van egy új irány, de még nem érkezett el oda, ahova elérkezni szeretne. Tehát ez nála egy átmeneti állapot. Amit még ezen a képen láthatunk, hogy nem egyedül van ezen a hídon, hanem mások jönnek szembe, és beleavatkoznak az ő dolgába. De az is lehet, hogy ő bizonytalan, és kéri mások véleményét, és hogy ez jó vagy rossz, ez mindenkinél másképp van. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kép utal egy labirintusra, és pontosan így érzi magát, benne van ebben a helyzetben, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. Az lehet, hogy valaki őt fogva szeretné tartani, és ezen akar változtatni, vagy vannak nála félelmek, és emiatt olyan bizonytalan, nem tudja, hogyan tovább. De mi tovább lépünk, és megtekintjük azt, hogy mit közöl veled, én is szeretnék valamit közölni. Megrendelhető nálam egy jóslás álnéven, és a díjam 3500 forint. Az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Mit közöl veled? Ezek bizony kihívások, olyan, mint egy csatatér, ahol ő szeretne győzni. Nincs arra lehetősége, hogy ő most elfusson a helyzet elől, hanem itt be kell neki bizonyítani magát, nem csak az ellenséggel szemben, hanem vannak nézők is, és figyelik az, hogy ki nyer ebben a csatában. Persze előfordulhat az is, hogy te vagy ebben a helyzetben, és ő szeretné felhívni a figyelmedet arra, mennyire fontos, hogy te most bebizonyítsd magadat. A harmadik lehetőség ezt a kártyát elemezni, hogy kettőtök között van ez a húzavona, mások figyelnek benneteket, és itt kell számotokra egy megoldás. A következő kártya erre fog utalni, és segít ebben. Ez a fa, illetve mondhatnám úgy is, a fának a szelleme utal a természetre. Az jó lenne egy kirándulást tervezni az erdőben, vagy annak a környékén, de amit ez a kártya még jelent, ez a gyógyító hatás. Vagy betegségeknél, de az is lehet, hogy érdekel benneteket ez a téma, és ez a hivatásotok, és van egy közös munka, vagy azt is jelentheti, hogy most van ez a húzavona, viták, veszekedések, kihívások, bizonytalanságok és félelmek, és pontosan ez betegít benneteket, és itt kell egy gyógyító erő, kell a nyugalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!